Nabil Hamza több mint 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg a freestyle-al, azóta képzi magát, és már versenyeken is indul. Egy országos második helyezést ért el, de célja, hogy megismerjék a nevét külföldön is. Nabil az 5. foci világ Kozár Michelin kupa 3. napján tartott bemutatót a kis focistáknak. A freestyle foci tulajdonképpen egy ilyen új keletű sport, ahol a labdával trükközünk kötetlen módon, igazából a fantázia szab ennek határt. Nálam az egész úgy kezdődött, amúgy vicces történet, YouTube-on böngésztem videókat, és egyszer csak láttam ilyen híresebb focistáktól, mint Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo trükközéseket, és néztem, hogy wow, ilyet is lehet csinálni ezzel a labdával. Kicsit tovább kutakodtam, és láttam, hogy ez egy különálló sportot képez igazából. Annól még foci edzésekre jártam, jött a kis nyári szünet, kimentem a labdámmal, nézzük meg, hogy milyen ez. Egyből magába szippantott, azóta nem tudom abba hagyni, és kötetlenül csinálom 5,5 éve. Nabil elárulta azt is, hogy egy versenyen a bírók nézik a trükkök nehézségét és a megvalósítás minőségét, díjazzák az új elemeket, valamint pontozzák azt is, hogy a közönséget mennyire tudja bevonni a produkcióba a focista. Ezt igazából bárki meg tudja csinálni, kell egy labda, még a cipő is az elején lényegtelen, később esetleg érdemes olyanra beruházni. Egy labda kell is kitartás, de abból viszont rengeteg, mert el fog menni a labda először, másodszor és 5,5 év múlva, nem tudom, hanyatszorra is. Újra kell csinálni, kitartóan feldolgozni úgy a trükköket, hogy mégis mi a kulcs, és egyszer csak meg fogod tanulni, és az a sikerélmény, amit az ad igazából, az, hogy ennyi időt beleöltél, az igazából megtérül, szóval jó érzés lesz, amikor sikerül egy-egy trükk. A bemutató után a döntőt játszották a juniorok. A fináléban a PMFC piros csapata 2-0-ra győzte le a házigazda Kozár Michelin FC együttesét. Harmadik helyen a PMFC fekete csapata végzett, negyedik pedig a Lua Baja együttese lett. Az eredményhirdetés után Nabil egy-két trükköt is megtanított a gyerekeknek.